Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híros hírekben. Letették a Kecskeméti Atlétikai Centrum alapkövét. Teltházas fórumot rendeztek a Halasi úti kiskertek lakosainak. Átadták a Széchenyi Városi Közösségi Kertet. Új atlétikai centrum épül Kecskeméten. A Széchtói stadion területén megvalósuló létesítmény alapkövét ma tették le. A mintegy 700 milliós állami és helyi forrásból épülő beruházásnak része egy 8 sávos atlétikai pálya, futófolyosó és rögbi pálya is, amelyek akár hazai bajnokságok megrendezését is lehetővé teszik. Ilyen lesz majd Kecskemét új sportközpontja, az atlétikai centrum. A stadionban a kiszolgáló létesítmények mellett megépítenek egy 6-sávos, 60 méter hosszú futópályát. Ehhez társul majd az atlétikai pálya, amely 8-sávos, rekordtán burkolatú lesz, és a kivilágítását is megoldják. A futópályák közötti füves területen versenydobópályákat és egy 70x100 méteres füves rögbi pályát hoznak létre. Egy újabb lépést teszünk a sportpalettán Kecskeméten. A mai projektindító rendezvényen Kecskemét polgármestere többek között arról beszélt, hogy több mint 2 évnyi alapos előkészítő munka után jutott el a beruházása megvalósulás küszöbéig. Zombor Gábor országgyűlési képviselő szerint ezzel egy régi terv vált valóra a városban. Talán a legnagyobb támogatást élvezi a városban, hiszen mind a tömegsport, mind a versenysport szempontjából hosszú-hosszú évtizedek óta ez egy élő kérés. Salasz László országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott, konkrét ígérete van arra, hogy az új sportcentrum rangos versenyek helyszíne lesz. Minden évben Kecskeméten szeretnék megrendezni az öttusa világkupa magyarországi helyszínét, hiszen az Egyesült Államokbeli Saratoga az egyetlen másik olyan helyszín, ahol egy négyzetkilométeren belül megtalálható az öttusa versenyszámához szükséges mind az 5 versenyhelyszín. Az ünnepség folytatásaként letették az új atlétikai centrum alapkövét a Széchtói stadion területén. Az időkapszulában a Kecskeméti Média Centrum kiadványa, a Kecskeméti Lapok is helyet kapott. Az alapkő letételben azok a fiatalok is segédkeztek, akik a jövőben itt fognak majd sportolni. Kecskemét polgármestere szerint erre már nem is kell sokat várniuk. Már hétfőn átadjuk a munkaterületet, szerencsére az időjárás most már kedvez nekünk, és így a hosszú előkészítés után minden részletben megállapodott a kivitelező is, a szakmai szövetség is és a város is, és egy 10 hónapos kivitelezési határidővel számol a közbeszerzés szerint a kivitelező. Az atlétikai centrum kivitelezője a Verbau Kft., amely 2019 tavaszára fejezi be a munkát. A Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke szerint Kecskemét új sportközpontjának fontos szerepe lesz az utánpótlás nevelésben, ráadásul nem csak az atlétikában. Valószínű, hogyha atlétikai programmal ismerkednek a fiatalok ilyen gyönyörű, szép környezetben, abból nem csak kiváló atléták születhetnek, hanem lehet, hogy abból majd jobb futballisták, kézilabdások, kosarasok, mert az atlétikus képesség minden sportágnál nagyon fontos, hogy meglegyen. A Kecskeméti Atlétikai Centrum mintegy 700 milliós állami és helyi költségvetési forrásból épül meg. A tavalyi roadshow után idén üzleti reggelit szervezett az Exim az ország számos városában. Ma délelőtt a kecskeméti állomáson dr. Dancsó József, az Exim vezérigazgató helyettese várta a régió kis- és középvállalkozásainak vezetőit. A kötetlen beszélgetés során a résztvevők megvitatták a régió fejlesztési politikáját és az aktuális exportpiac helyzetét. Míg tavaly a Magyar Export Napja roadshow keretében kaptak információkat a KKV szektor tagjai az exportpiac helyzetéről és a kedvezményes hitel és biztosítási lehetőségekről, idén egy kötetlen beszélgetés keretében került erre sor. A rendezvényen beszédet mondott dr. Dancsó József, az Exim vezérigazgató helyettese, dr. Salac László országgyűlési képviselő és Kordi Viktor a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke. Dr. Dancsó József, az Exim operációs vezérigazgató helyettese köszöntőjében elmondta,
A cél, hogy a résztvevők megismerjék egymást és az Exim által kínált szolgáltatásokat, és minél felkészültebben állják a versenyt a szektorban, amelyben tevékenykednek. Dr. Salac László országgyűlési képviselő az idén 650 éves Kecskemét második aranykoráról beszélt, bemutatva az elmúlt időszak rohamos mértékű ipari fejlődését, annak hátterét és a közeljövő terveit. Kurdi Viktor, az iparkamara alelnöke elmondta, a növekedéssel nagyobbak a problémák és több a feladat, de a kamara igyekszik betölteni azt a szerepet, amiért létrejött, ez pedig nem más, mint a vállalkozások támogatása abban, hogy egyre sikeresebbek legyenek. Az Exim segíti a magyar vállalkozások megjelenését az exportpiacokon, támogatja a versenyképességük növelését. Ennek első lépése a kötetlen üzleti reggeli beszélgetés, amely által közelebb kerül egymáshoz a kereslet és a kínálat. Lakossági fórumot tartottak tegnap délután a Halasi úti hobbikertek aktuális ügyeiről és azok lehetséges megoldásáról. Szó volt a csatorna és a közvilágítás fejlesztéséről, valamint az internet és kábeltelevíziós szolgáltatásról, illetve a hulladékszállításról. Színültig megtelt a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának épülete tegnap délután. Egy lakossági fórumot tartottak a Halasi úti lakosoknak, melynek kiemelt témái a közmű szolgáltatásainak biztosításához kapcsolódnak. Ilyen volt a hulladékszállítás, az internet és a kábel televíziós szolgáltatás, a csatorna, valamint a közvilágítás fejlesztésének ügye. Az utóbbi az egyik legsürgetőbb kérdéskör, hiszen a városrészen egyáltalán nincs közvilágítás. Egy-két világítótaston elhelyezve utcánként, talán az összes utcában, 35 utcában, hogyha van, szerintem egy 15-20 világítótest, akkor nagyon sokat mondok. Tehát ezt egyáltalán ennek a kiépítését kell majd szépen folyamatosan sorba vennünk. A Démász munkatársai már megtették az irányítószálak kiépítését, tehát most már ki lehet helyezni a lámpatesteket is. A másik fontos téma a hulladékszállítás volt. Na most ezzel voltak problémák, hogy például a szelektív hulladékért nem mentek be, ki kellett vinni az utca végére. Hát most ezt szeretnénk rögzíteni az új hulladékszállító céggel, hogy ezt nem, de ők is már itt említették, hogy ilyet nem szeretnének. Sipos László azt is elmondta stábunknak, hogy egyre többen költöznek ki életvitelszerűen a Halasi úti városrészbe, ezért sok a teendő a térségben. Kiemelte, hogy vannak előrelépések, a csatornahálózat fejlesztésére 500 millió forint áll rendelkezésre. Továbbá a tervek szerint ki fognak építeni egy hálózatot, mely során az internet és a kábel televíziós szolgáltatás problémája is megoldódik. Egyre népszerűbb a Matiász János általános iskola a kecskemétiek és nagykörösiek körében az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően. A 160 millió forintos beruházás több mint 150 gyermeknek biztosít korszerű és szép tanulási környezetet. Ez a teljesen megújult Matiász János általános iskola homlokzata Katonatelepen. A korszerűsítés az épület minden részét érintette, így megvalósult az intézmény homlokzata mellett a padlás szigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a fűtés korszerűsítése, amely egy napkollektoros rendszerrel is kibővült. Az elkészült korszerűsítést ma délelőtt megtekintette dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, Szemerei Nék Pataki Klaudia polgármester és Falu György a körzet önkormányzati képviselője. Nagyon nagy probléma volt, hogy az intézmény egyik szárnya rendszeresen beázott, ez a probléma is most megoldódott. Egy teljesen átfogó az iskola épületének valamennyi részét, szárnyát érintő felújításról beszéltünk, mintegy 160 millió forint értékben. Ez fogható felújítás ennél az iskolánál még soha nem történt. A megbeszélésen a tantestülettel közösen áttekintették az iskola eddigi fejlődését és a kitűzött célokat. Szeretnénk, hogy a fűtés kevesebbe kerüljön, a napkollektorok a villamos energiát fogják segíteni, és így kevesebb lesz a fogyasztása az épületnek. Tulajdonképpen teljesen belettünk csomagolva, ezt már is érezzük, hiszen az eddigi két kazán helyett most is egy kazán adja a meleget. Kisberg Hella elmondta, hogy az iskolába már nem csak katonatelepi gyerekek jelentkeznek. A fejlesztéseknek és bővítéseknek köszönhetően az intézmény egyre népszerűbb a kecskeméti és a nagykörösi családok körében is.
Új közösségi kertet adtak át a Széchenyi városban ma délután. A kertészkedésre buzdító kezdeményezés már az átadáskor rendkívüli sikert aratott a városrész lakóinak körében. Gyorsan folytak a parcellák a pénteken délután átadott közösségi kertben. A kezdeményezést a Széchenyi Városért Egyesület koordinálta, ám a kert létrejöttét az önkormányzat is komolyan segítette. Valóban ez nem egy év munkája. Amikor én képviselő lettem, akkor célul tűztem ki, hogy ezt a területet valamilyen formába el kellene indítanunk, hogy kultúrált legyen, mert ez borzalmasan nézett ki. És hát sikerült elérni, hogy megépült a Szent György utcán az aszfaltút a Pajzs utcába, és igazából a Hunyadi városi kezdeményezés kapcsán gondoltam én is, hogy itt a Széchenyi városba kellene egy ilyen közösségi kertet kialakítani. A megvalósuláshoz az önkormányzat adta a telket, melyet jelentős támogatással a terület képviselőinek keretéből származó összegből, valamint pályázati pénzekből tett rendbe a Városgazdasági Kft. A ma már szép kert helyén egy romos ház állt, melyet el kellett bontani, és a területet is körbe kellett keríteni. Az új terület nem csak a zöld felület növelése céljából hasznos. Egy dolog, hogy itt közösen fognak bizonyos növényeket termelni az emberek, azon a másik dolog, ami szerintem még fontosabb, hogy közösségek is alakulnak, barátságok szövődnek, és ha jól alakul az egész, akkor egy egész kis kolónia fog itt létrejönni. A közösség és a kert kialakításához azonban folyamatos koordinációra lesz szükség. Én még nem is érzem magam az út végén. Igaz, hogy rengeteget dolgoztunk, de még szerintem sokkal több munka áll igazság szerint előttünk, hiszen akkor fogok én megnyugodni, amikor azt látom, hogy az emberek már itt kapirgálnak, kertészkednek, vetik, amit szerettek volna elvetni, és közben jót beszélgetnek egymással. A beszélgetés mellett a munka és a tervek is fontosak. Szeretnénk, és mindenképpen ilyen kis háztartásba kelléket, zöldséget, paradicsomot, paprikát. Látva a sikert, az egyesület tagjai és a város előjárói már közösen újabb kertek létrehozását tervezik, amelyek gyümölcsét akár szó szerint is mi magunk is megkóstolhatjuk. Csángó pedagógusokkal látogatott ma délután Kecskemétre Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke. A látogatás során megnézték a városháza épületét. A díszteremben Lévai Jánosné önkormányzati képviselő és Mák Kornél alpolgármester köszöntötte őket. Majd röviden meghallgathatták Kecskemét város és a városháza építésének történetét, és megismerkedtek a kecskeméti szecesszióval. A kirándulást egy főtéri sétával folytatták a Cifra palotáig, ahol megtekintették a 9. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé címmel megrendezett országos képző és iparművészeti kiállítást. A helyszínen Rosta Szabolcs múzeumigazgató fogadta a vendégeket. Megállapodást írt alá a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület ma Kecskeméten. A most elindult együttműködés révén több lehet térségünkben majd a szobafestők száma. Aláírt egy együttműködési megállapodást az aktív szakmai közösségi élet támogatására a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület és a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A ceremóniára a festők szakmai napján került sor. Próbáljuk őket olyan fórumokon felkeresni, ahol szakmailag próbálunk minél több rétű szolgáltatást nyújtani, és a későbbiekben pedig az oktatás az, ami nagyon kiemelten fontos ugye a szakmai utánpótlásnak a megszervezése, illetve minél több rétű megtámogatása, és első körben ezeket tűztük ki célul. Az együttműködő felek többek között a szakmák jó gyakorlatának széles körű megismertetésében kívánnak előrelépéseket elérni. Rendeznek majd egyebek mellett szakmai versenyeket, továbbképzéseket, de az egyik legfontosabb céljuk a közös pályaorientációs napok szervezése. Egyrészt hiányoznak a szakemberek, ezt talán mindenki érzi a bőrén, hiszen ha egy ilyen szakembert kellene beszereznünk, mert a lakásunk vagy egyéb vonatkozásban szükség lenne rá, egyre kevesebbet találunk, egy része elvándorolt, a közeli határon túli területeken dolgozik,
mert jobb bérezést, fizetést tud magáénak tudni, de most már változott a helyzet, mivel egy hiány lépett föl, kezdenek visszajönni. Tasi László azt is elmondta stábunknak, hogy bár most egy demográfiai hullámvölgyet él meg a szakma, ez a hullám ki fog futni. Hangsúlyozta, hogy a szakmai utánpótlás megteremtése érdekében még a diákok pályaválasztása előtt olyan eseményeket fognak szervezni, melyek során a fiatalokban kedvet fognak ébreszteni a szakma iránt. Véget ért a közlekedési szakmacsoport országos szakmai tanulmányi versenyének döntője a Gáspár András szakgimnázium és szakközépiskolában. A háromnapos verseny ünnepélyes eredményhirdetését ma délelőtt tartották a Híres Agóra dísztermében. Az OSTV-n autószerelők, autóelektronikai műszerészek és autótechnikusok is összemérték tudásukat, összesen 53-an. A versenyfeladatok írásbeli, szóbeli és gyakorlati fordulókból álltak. A versenyzők az ország minden tájáról jöttek. A legjobb kecskeméti versenyző Kaszatót Mátyás a Gáspár András szakgimnázium és szakközépiskola tanulója lett, aki az országos negyedik helyet szerezte meg az autóelektronikai műszerész szakmában. A nyertes tanulók teljes listája a híres.hu oldalon olvasható. Vádat emelt az ügyészség három fővárosi állampolgár ellen, akik két évvel ezelőtt kecskeméti gyógyszertárakban hamis vényekkel pár óra leforgása alatt mintegy 3600 darab nyugtatót váltottak ki. A 20 éves budapesti férfi és két női társa egy szakorvostól kitöltetlenül megszerzett, majd betegek nevére kitöltött orvosi vényeket váltott be. Az elkövetők néhány óra leforgása alatt 8 kecskeméti patikában jelentek meg, és a hamis vényeket kiváltva 51 doboz különböző típusú vényköteles nyugtatóhoz jutottak hozzá. A vádlottak összesen 54 ezer forint gyógyszertámogatást vettek jogosulatlanul igénybe. Az ügyészség a büntetett előéletű férfi vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni. Női kézilabdásaink és női kosarasaink hazai pályán játszanak a hétvégén. Labdarúgóink, valamint férfi kosarasaink és röplabdásaink ellenben idegenben lépnek pályára. Sportajánlón következik. A KTE Duna Aszfalt szerdán legyőzte a Körmend csapatát, ezzel ötödik helyen zárta a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszát, és bejutott a felsőházba. Hétvégén már meg is kezdődik a középszakasz. Szombaton idegenben játszik csapatunk, az ellenfél a szombathelyi Falkó KC lesz. A mérkőzés 18 órakor kezdődik. Vasárnap hazai pályán játszik a Kecskeméti KC női kosárlabda csapata. Március végén már megkezdték a női kosárlabda rájátszást az első 9 hely egyikéért. Legutóbb 91-74-es vereséget szenvedtek lányaink a Vasas csapatától. Vasárnap a zöld csoportot a harmadik helyen záró szegedi kosárlabda egyletet fogadják a mieink. A meccs 18 órakor kezdődik a Bolyai Gimnázium tornacsarnokában. Sorsdöntő mérkőzéssel néz a hétvégén a Hufbauacker Kecskeméti NKS-e a női kézilabda NB1 19. fordulójában. A jövő évi első osztályú tagság kiharcolásáért nélkülözhetetlen megszerezni a két pontot a kecskeméti lányoknak, hiszen ha ez nem sikerülne, közvetlen riválisaink beérnék csapatunkat, ezzel pedig igencsak nehéz feladat várna a Kecskemétre a jövőben. Hétvégi ellenfele a Vasas, amely két ponttal van csak lemaradva a tabella 19. helyén álló Kecskeméttől. A meccs szombaton 17 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. A Kecskeméti LC a múlt heti rangadót is sikeresen vette a Jánoshalma ellen. Őket 2-1-re verte csapatunk, ezzel megtartotta veretlenségét a bajnokságban. Hétvégén idegenben lép pályára a KLC a megye 1-es bajnokság 20. fordulójában. A 15 pontjával a 10. helyen álló kisköröshöz látogat csapatunk. A mérkőzésre vasárnap 16:30-kor kerül majd sor.
A HÉP KRC férfi röplabda csapata kedden megkezdte a bajnoki elődöntőben való szereplést. Az első meccsen 3-1-es szettarányban tudott győzni a Finó-Kaposvár csapata ellen hazai pályán. A három győzelemig tartó sorozat második mérkőzését szombaton idegenben játsszák Kaposváron. A meccs 17 órakor kezdődik. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Letették a Kecskeméti Atlétikai Centrum alapkövét. A maga nemében egyedülálló létesítmény rangos versenyek helyszíne lesz. Csatorna és közvilágítás fejlesztés, hulladékszállítás, internet, teltházas fórumot rendeztek a Halasi úti kiskertek lakosainak. Kertészkedési lehetőség a közelben élőknek, átadták a Széchenyi Városi Közösségi Kertet. Vádat emelt az ügyészség egy férfi és két nő ellen, akik kecskeméti gyógyszertárakban hamis vényekkel mintegy 3600 darab nyugtatót váltottak ki. A hírórában a híradó most véget ér, néhány perc múlva azonban folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban beszámolunk Szuper Levente jégkorongozó kecskeméti látogatásáról, a körzeti helyesírási versenyről, valamint az értelmi sérültek megyei sportnapjáról. Stúdiónkba várjuk majd a rendezvény szervezőit is. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfő reggel 7 és 9 órától láthatják. Friss hírekkel legközelebb hétfő este 7 órakor várjuk Önöket. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton többnyire erősen felhős lesz felettünk az ég, reggel még több helyen, délután viszont már csak helyenként alakulhat ki gyenge eső, zápor. Veszít erejéből a szél, délután 12-19 fokot mérhetünk. Vasárnap száraz, túlnyomóan napos időre van kilátás, feltámad a szél, az élénk délkeleti légmozgás időnként felerősödhet. A legmelegebb órákban 17 és 22 fokot mérhetünk. Hétfőn napközben napos, kissé szeles idő valószínű, a csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakulhat.